Talán nagy kígyó is bent van. Start, elindult a nyeretlen két évesek verseny, nagy kígyó elég nagyot tölt balra az indítás után, ennek ellenére nem tűnik rossznak a pozíciója. Úgy tűnik, hogy Larion az, aki nagyon gyengén kezd, a többiek viszont nagyjából együtt vannak, Rahim Khan és a rutinos Apokalipsz is, valamint Orsinja, ők jöttek a legjobban, Lanzarot is gyorsan kezd, nagy kígyó is ott van velük, lényegében öt ló nagyon közel egymáshoz, egy pedig nagyon le van szakadva. Rahim Khan, aki maga biztosan vezet, Rahim Khan egyelőre az egyik esélyes, Apokalipsz is együtt, Rahim Khan, Apokalipsz is kettőse az élen, jön Lanzarot, ki pedig nagy kígyó színei tűnnek fel, Rahim Khan egyre biztosan tartja az előnyét Apokalipszissel szemben, legalább egy-két hosszal vezet, Rahim Khan az első. Mögött Apokalipsz és harmadik helyen Orsinja próbál följebb jönni kívül. Nagy kígyó Lanzarot is kimondotta, jól mozog, amikor a távoztapon belül vannak már a telivérek. Rahim Khan az első, Apokalipsz is azon megtámadja. Rahim Khan vagy Apokalipsz is vagy Rahim Khan? Rahim Khan szívósan védekezik, kívül jön Apokalipsz is vagy Rahim Khan? És Rahim Khan visszaveri a támadást. Önnyire futamot Apokalipsz is második, harmadik helyért nagy célfotó lesz. Lanzarot, valamint a kívül támadó nagy kígyó között. Jön a papír, jön Rahim Khan, visszaveri Apokalipszis támadását, aki egyelőre nem jut tovább, bár azért most már második, egy hetedik, illetve egy negyedik helyezés után, de Rahim Khannal nem bír el. Megvan az első, nem Kovács Sándor, siker Csikó versenyben, Rybárszky Sándor nevéhez fűződik, és Cike Zoltán lovához, Rahim Khanhoz, egy német import. Tolcsamnak hívják, egy hangolapja van. Két éves, különleges színű sárga. Mén egy célfotó lesz a Lanzarot és nagy kígyó között. Aztán érkezik Orsinja, és nagyon messze van Larion.